A csaknem 60 évvel ezelőtt alakult csátaljai díszítőművészeti szakkör tagjai eredeti motívumokkal dolgoznak, bukovinai, székely, ősi mintákat használnak. Varnak asztalterítőt, falvédőt, asztali futót, párnát, blúzt, ruhát, egyházi textíliát. Legkedveltebb mintáik a kakastaréos, a tányéros, a csillagos, a vízfolyásos, a tulipános, a vaskapcsos és az oltáros. Tolna és Baranya megye székelyek lakta településein inkább a szövés terjedt el. A szálán varrott hímzést szinte csak csátalján készítik. Most én 63 óta, 1963. december 27-én vagy 8-án így valahogy mentünk össze, és azóta vagyok tag, és most a unokámnak készül az ebédlő asztalra terítő. A szakkört Szele Erzsébet alapította 1963-ban. Akkor 34-en voltak, akik házról házra jártak, és kockás papírra rajzolták a mintákat. Jelenleg Horváth Józsefné vezetésével 24 felnőtt és 10 gyerek tagja a szakkörnek. Bukovinai szálán varrott keresztszemes mintákat varunk. Ez a keresztszemnek egy keresztszem is még meg van duplázva, és ezáltal a minta olyan lesz, mintha fonva lenne. Ezt az országban szinte egyedül így csináljuk ezt a technikát. Az édesapám a székely, Isten segítségével született, és az ő szülei voltak, 5-11 éves korában telepítették át őket, és az anyukám az magyar származású, magyarországi volt, úgyhogy, de az anyukám is 63 óta szakkörtag volt, és hát így kaptunk kedvet, mi hárman vagyunk lányok, és akkor így kaptunk kedvet mi is a varráshoz. Nem csak terítőket, lakástextiliákat varunk, párna, asztalterítő, futó, hanem használati tárgyakat is, ajándéktárgyakat, akár bortartót, tojásokat húsvétre, gömböket karácsonyra, ceruzatartót, könyvjelzőt, könyvborítót, sőt, nem hoztunk még bemutatni, hogy mappát is arra is, úgyhogy használati tárgyakat, ajándéktárgyakat is készítünk, hogy a mai környezetben föl lehessen használni. A legfőbb a piros, a fekete, a kék, ritkán használjuk a zöldet és a bordót. A bordó az gyakoribb, mint a zöld, és egyházi terítőket is vartunk, vagy az asszonyok egyházi terítőket is vartak. Szele tanítónén nagyon sok mintát összegyűjtött, és akkor azáltal, meg vannak most már mintagyűjtemények, és akkor azáltal válasszuk ki a mintát, ki mit szeretne, és akkor azokat varjuk le. Gyerekekkel általában megmutatjuk az öltéstechnikát, akkor könyvjelző, egyszerűbb dolgokkal kezdjük, és akkor utána bonyolultabbakkal. Asztali futó az már bonyolultabb, vagy terítő, az is már bonyolultabb egy gyereknek, vagy nehezebb. Ahogy nőnek, úgy mindig bonyolultabb, vagy nagyobb darabot, nem is bonyolultabbat, inkább nagyobb darabot. Az én lányom is vart már táskákat, kedvet kapott hozzá, egy háti táskát vart, akkor ridikült is csináltunk, úgyhogy sok mindent kedvet kapnak a fiatalok, és az ember örül neki, hogy sőt, óvodáskorú gyerekek is jönnek varró szakkörre. A bukovinai női viselet legjellemzőbb darabja a szedett ing. Télen alsóneműként, nyáron felső ruházatként viselték. Ez a bukovinai szedett ingek, és ez kézzel van összeszedve, és úgy van a minta belevarva. Ezt Bonyhádon én tanultam, Lőrincettel tanított, meg az anyukája még akkor élt, ő tanított bennünket erre a varrásra. Juliska testvére munkáját mutatja éppen. Ez is egy bukovinai székely minta, úgyhogy ez is a... És az a lányomnak készül, Németország. Németországban, mert az anyukám valamikor készített kéket. Én igazándiból az a pirosat szeretem, tehát inkább piros párti vagyok. De hát az ő kedvére akkor kéket készítek. Igen. És garnitúrát mindenki kapott nálunk. Igen, amikor még az anyukám élt, akkor ő készített a lányoknak előre asztalterítő párna, és akkor most én készítem, nekem is vannak már asztalterítő párna, futó, én az unokámnak, csak én pirosat. A bukovinai szálán varrott székely keresztszemes minta az értéktárba is bekerült. A hímző asszonyok közül pedig ketten Lőrinc Istvánné és Tamás Menyhértné a népművészet mestere címet is megkapták.